Kedves fiatalok és kevésbé fiatalok, 2021. augusztus 28-án véletlenül a névnapomon van ez a gramofonos találkozó, amelyik a 8. És mivel a szokásos kínai gongunkat, amivel megszoktuk nyitni, azt kölcsönvette az egyik unokahúgom, mert ő gongokkal foglalkozik, és most elvitte, ezért a nagyapám által hozott, Indiából hozott egy ilyen tányért, és ezzel nyitom meg, mert ennek is nagyon szép hangja van, és talán még jobb hangja van, mint annak a gongnak. Úgyhogy ezennel a 8. gramofonos találkozót megnyitottnak tekintem. Én szoktam először beszélni, és nem nagyon kerülgetem a szót, hanem rögtön a témára térek. Marcel kollégánkkal fogjuk majd együtt bemutatni, hogy mire jutottunk a kaktusz tövisekkel, a gramofonlemez lejátszásával kapcsolatban. Hát én szerintem a legutolsó évnek gramofonos szempontból ez volt Magyarországon a szenzációja, hogy ilyen kaktusz tövisekhez jutottunk. Ő elmondja majd, hogy pontosan kitől és hogy ismerte őt meg, meg hát mi, hogy levelezett vele, meg mire jutott vele. Lényeg az, hogy tudtam már 3 ember vásárolt ettől az angliai úrtól ilyen tüskéket, ami már egy előkészített tüske, tehát ő egy bizonyos méretre vágja, én körülbelül 2 centis méretre vágja, de mindjárt meg is mutatom, hogy miről beszélünk. Erről van szó, amit itt a kezemben mutatok, ezt kezemben nyilván nem látja senki a kezemtől, csak megmutatom a kamerának, hogy erről a tűről van szó szépen. Lényeg az, hogy ez egy hosszabb tövis, amit azt hiszem ketté vág a srác, és utána megimpregnál ezzel az anyaggal, amivel itt látszik a színéből, hogy ez nem magának a kaktusznak ilyen színe van, hanem ezt ő megimpregnálja, meg is hegyezi egy bizonyos szögben, és akkor utána az a lényege, hogy ezzel a tűvel 100 lemezoldalt le lehet játszani, de úgy, hogy minden lemezoldal lejátszása után az elkopott hegyének az elkopott hegyét újra kell csiszolni. Most ennek a csiszolásnak a lényegéről szeretnék én így elsőre beszélni, mert a csiszolás már nagyon fontos, ahhoz, hogy 100-szor képesek legyünk ezt a tűt újra hegyezni, nagyon keveset kell lecsiszolni. Úgyhogy gyakorlatilag, ahogy ezzel a sráccal aztán levelezgettem, megállapodtunk, hogy inkább nem is csiszolás ez, hanem tulajdonképpen polírozás. Tehát olyan nagyon finoman kell ebből levenni, hogy csak annyinak kell lekopni ebben a szögben, hogy új teljes tű keletkezzen, tehát teljes az él az legyen meg, ahogy kell. Na most érdekes, amit írt az egyik levelében, hogy nem annyira érzékeny dolog ez a tű arra, hogy pontosan milyen szögben hegyezzük meg. És azt mondja, hogy úgy körülbelül olyan, tudom, 25 fokot vagy mennyit írt, hegyezzük meg, és akkor az úgy jó lesz. Őnek is van egy ilyen csúszkája, amivel így megközelíti a bizonyos felületet, de én gondoltam, hogy ennél azért kicsit lehetne pontosabban meghatározni ezt a szöget, úgyhogy azért készítettem, tettem én egy hangszerkészítő barátommal ezt a kütyüt, hogy igen, pontosan is be tudjuk határozni a csiszolást. Na most hogy csiszolunk meg egy ilyen tűt? Hát adódott, hogy van egy ilyen körömcsiszoló szerkezet, amit a nőcik használnak, hogy csiszolják a körmüket, de nagyon érdekes, mert a tokmány pontosan ugyanolyan, hogy ezt a tűt jól be tudja fogni. Na most innentől fogva van egy szerkezetünk, ami forog, és elég erősen forog, és ezt a szerkezetet
Ezt USB-ről lehet hajtani, speciál ez egy olyan, de van olyan, amelyik nem USB-ről megy, hanem hálózati csatlakozónak a redukált változatáról. És akkor elkészítettem én ezzel a hangszer készítő barátommal egy olyan pályát, amiben ezt a párhuzamos oldalú kütyükét bele tudom rakni, és egyszerűen neki tólom egy olyan felületnek, amelyik önmagában egy csiszoló felület. Na most nincs asztalunk, úgyhogy így elég nehéz mutatni. De a srác, akitől vesszük a tűket, ad hozzá csiszoló vásznat, ami rá van kasírozva egy ilyen kis fa valamire, és akkor tulajdonképpen, igen, ez jó, jó lehet, csak akkor pont a kamera nem látja. Most nem akarom én ezt nagyon használni, mindenki látja, hogy pont eléri egy bizonyos szögbe. Na most az a szög, hogy mi, azt pedig itt lehet állítani ezzel a csavarral, és akkor ez egy pálya, amin beállítom, hogy pontosan hány fokos szögbe akarom én ezt lecsiszolni. Úgyhogy értitek a lényegét, ahogy itt mutatom, hogy ez megközelíti egy bizonyos szögbe, és ez a csúszka garantálja annak a szögnek az állandóságát. Miért kell állandónak lenni a szögnek? Azért kell állandónak lenni, hogy lehetőleg mindig pont ugyanabban a szögben távolítsuk el a fölösleges anyagot, ezzel spórolván, hogy minél többször tudjuk ugyanúgy megcsiszolni. Ezért érdemes ugyanazt a szöget tartani. Mert ezt kézből csinálnánk, akkor nem tudnánk a szöget tartani, és nem lenne annyira jó. És akkor jönnek a kínaiak megint. A hangszerkészítő barátom, aki a múltkor azt a Gilbert gramofont, azt ő hozta rendbe a fa részét, és hát most nem tudott most eljönni, de ő mondta, hogy a szerszámokat ő ezen élezi. Ez egy acéllap, de rajta van gyémántreszelék, Kínából lehet hozni. Most ez egy túlságosan finom, tehát ezen se jó csiszolni, mert nagyon sokat kell nyomni, és sok időbe tart, és nagyon lassan szedi le azt a bizonyos réteget. De ez a megoldás, fogunk rendelni nagyobb szemcsefelületű ugyanilyen lapocskát, és 800 forint egy ilyen. És hát ez azért a világ végéig jó, hogyha nem acélt hegyezünk rajta, vagy ő a gyalú élét szokta, tudjátok? És hát ezzel meg fog birkózni sokkal jobban. Úgyhogy még félkész az egész projekt, de azért már vannak valami tapasztalatok, és akkor hát most mondom, hogy Marcell, gyere ki! Szóval Ágostonnal tavaly ősz környékén határoztuk el, hogy rendelünk ilyen tűket. Én a bambusztűk kapcsán kezdtem el olvasgatni, és akkor jutottam el ezekhez a kaktusztövisekig, és kiderült, hogy még mindig van egy fickó Angliában, aki készít ilyeneket. Ezekről a tűkről annyit kell tudni, hogy sellakban, meg ha jól emlékszem, gumi arábikumban kezelik, majd pedig csiszolják őket. Ezek egy dél-afrikai kaktuszfajtának a tövisei. És először ilyet 1924-ben készítettek, szintúgy Angliában, egy skót katonatiszt kezdett el velük kísérletezni, és 28-ban dobták piacra őket. Főként a Expert és IMG gramofonok tulajdonosai között lett ez népszerű. Ugye ezek azok a nagy gépek, amiknek ilyen hatalmas papírmasé tölcsérük van. A tűket azokat egy Andy Briggs nevezeti úriembertől rendeltük, és vele leveleztünk egy csöppet. Ő az élezéshez 240-es finomságú csiszolópapírt használ, és elmondása szerint, hogy Ágoston is mondta, inkább polírozzuk a hegyüket, akkor akár 100 alkalommal is ez megoldható. A tűk azok valamivel halkabbak, mint az acélból készültek.
Azonban sokkal több zajt elnyelnek, ahogy észrevettük. Van viszont egy hátrányuk is, hogy nem minden lemeznél működnek. Tehát főként csak a jó állapotúaknál, a viseltesebbeknél nem igazán. Ott működik igazán. Nekem nem jött be. Ott már elkezd torzítani. Megfelelően kell megcsiszolni, megfelelő profilra. Nekem a viseltes lemezeknél torzított már. Patefon lemezen működik? Lehet velük azt is játszani. Csak nagyon-nagyon alacsony tűnyomás kell. De úgy azt is lehet. Meg ami még pozitívum, hogy nem koptatja a lemezeket. Mit kell még tudni róluk? Ezből is többféle hangerejű van. Ugyanúgy halk, hangos, közepes és a többi. Na, még ezt gyorsan megmutatom. Ráapplikáltunk erre egy mikroszkópot, az pont be van lőve, és hogyha itt ezt megfelelően tekergetjük, akkor elvileg lehet látni. Itt most borzasztó sötét van, ez lehetetlen itt így megnézni. Úgyhogy ezért két ilyen fejlámpából applikáltam egy ilyen kütyűt, ezt így rá lehet tenni. És akkor, úgyis így. És akkor ezzel már, hogyha az oda be van téve, ami mindjárt sikerül, nem akarja, de igen. Na így már, most el tudjátok képzelni, hogyha mind a kettőt meggyújtom, akkor van ám ott fény azért. Szóval ezzel igen. Lehet akkor ezt nézelődni. Most ugye elég háborús körülmények vannak itt, úgyhogy ezt nem. De létezik ez, és aki akar ezzel kísérletezni adott időpontban, akkor ezt megtehetjük. A másik még a fatűrnél, amire vigyázni kell, hogy ne tudjon kenődni. Mert abban a pillanatban nem követ rendesen a barázdába, hanem a elkenődött részek a barázda aljára vagy oldalára föltapadnak. Tehát megfelelően kell kikészíteni, speciális anyaggal kell kezelni, hogy ne tudjon kenődni, tehát egyfajta keménysége, tartása legyen. Ez nagyon fontos. És akkor viszont tényleg csodákat lehet, csodákra képes. Tehát olyan felvételeket lehet a fatűkkel készíteni, amit sem gyémánt, sem zafír, sem acéltűkkel nem lehet elérni. És akkor van a nagyon nagy létjogúsulsága, amikor egy lemezbarázda speciális, mert ugye a régi lemezek barázdája össze-vissza, még egy gyáron belül sem rendszeresen egyenlő, és hogyha megfelelő profilra ki van készítve a fatű, akkor tökéletes letapogatást lehet elérni, még a rosszabb állapotú lemezek esetén is. De jó. Ennek megfelelően kell kezelni. Most fog az történni, hogy felteszünk egy lemezt. Thank you.